Ti se értitek. Na most itt vagyunk a HQ-n. Vagy még ennél is kijebb kéne menni, szerintetek? Menü. Settings. Itt is csak ez van. Oh. Figyelj, teljesen kilépek akkor. A main menübe. Kagás autóval nehéz menni? Milyen kagás autó? Alonzoé. Ott volt a difficulty. Elnézést, nem láttam. Hol? Ott bent a izébe? A karrieren belül? Nem láttam, basszus, akkor átsiklottam felette. Baszki. Single player. Hát de már nyomom. Ott vagyok. Azt kell nekem, köszönöm. Nem kell kilépni. Na, várjatok, akkor átugrottam felette. Köszi, hogy szóltok. Igen. Beállítások, settings. Ó, basszus, tényleg itt van. Na, wait. Ó, oké. Okay. Figyelj, tehát akkor 25-ön volt, ezt megtudtuk. Én azt mondom, én egy 45-öst meg... Fű, ezzel szopni fogok, hogy ennyit ugrok. Elnézést a látásért. Figyelj, 25-ön toltuk az előző versenyt. Mennyire toljuk fel? Szerintem a 45 sok le. 60 amin, de hagyjatok már! Srácok! Srácok! Tehát semmit nem játszok a Forma 1-jel. Ne akarjatok bevinni a málnásba. 40-45? 50-60 közé tedd. Ott ilyen jobbra melyik milyen difficult. Aha, látom, ez a médium. És eddig az easy-nek a legalján voltam. Figyelj, még csak a második verseny jön. Próbáljuk meg szerintem a 45-öst, mert... Na jó, basszátok meg, felrakom 50-re. De hogyha utolsó leszek... Nagyon ideges vagyok. Jó, felraktam. Jó, elvileg egy nap és kész vannak a fejlesztések. Durability department, yes, it's like excellent use of the resources, persze. Well. Thank you. Ha utolsó leszel, akkor béna vagy. Hát én tudom magamról, hogy az vagyok. Faszom. Oké. Upgrade complete. Meg itt is, ugye? What the fuck? Ja nem, ezt csináltam. Oké, okay. Most jobb lett az autó. Ezeket rá is rakja alapból, ugye? Tehát, hogy nem kell nekem ezzel semmit csinálni. Amikor kész egy fejlesztés, akkor az fejlesztve van és kész. Minek fejleszteni, mert a mostani kocsi is veri a mezőnyt. Na majd meglátod. Akkor vissza 25-re is mehet. Tehát ez az, hogy én tudom magamról, hogy béna vagyok. Jó, a negyedik legerősebb kocsi a miénk, a mezőnyben jelenleg. Van 2500 resource pontunk. Fejlesztünk egy ilyet. Meg fejlesztünk... Egy ilyet? Minusz 8%? Az mi most, akciós vagy mi? Ezek még le vannak zárva. Most nagyon akciós, most kell. Ah, nem is tudok gyorsabban. Jó, oké. Ott megkapom a weekly resources 13-án. Okay, we've had the new parts come through the fabrication process. We'll have them with us for the next Grand Prix. Megint van 2000-em. Hogy állunk eddig? Leclercnek miért csak 18 pontja van, ha ő lett a... Nem ő kapta a leggyorsabb körérjáró pontot? Akkor nem 19-nek kéne lenni?
Úgy ülsz a kormány mögött, mint egy tanulóvezető. De hát most a menüben vagyok. Na, hozok egy kávét. Tükrözd le OBS-be a game capture-t vertikálisan, így ha utolsó is vagy, mi elsőnek látunk. Perezé lett a gyorskör. Ja, tényleg 9 pontja van, nem 8. Igazad van. Mindjárt. Na, itt is vagyok. Köszi a türelmet. Szia, megvettem a Champions Edition boxon, de nem tudom letölteni. A Champions Edition, hát pedig azzal már ma reggel 6-tól kéne tudnod játszani. Szia, Láva. Engedjétek meg, hogy közben címbe beleírom akkor már, hogy karrier módozunk. Jó. Így né. 23 karrier mód Aston, így jó, csak hogy legyen. Na, és akkor most folytatni fogjuk a szezont. Felraktam az AI-t 45-re, jó, ha valaki kérdezi, tudjátok róla, 45-ös az AI. Azt megcsináltuk. Mehetünk. Mi? Pirelli hotlap? Mi? Ez... Várj, ez... Vét, megint vannak ilyenek? Idegbe vagy emiatt? Most el is hiszem. 40 nem volt. Nem. Várjál, nem. Mennyire raktam fel az AI-t? 50-re. 50-re raktam. Jaj, ne. Na, ez mi? Jaj, vannak ilyen... Ez ugyanaz, mint a tavalyi. 50-re, ugye, Asdeler? Jó. Azt a kurva, hallod? Force feedback. Konkrétan alig lehet elfordítani a kormányt. Hoppá! Jó lesz ez nekem így. Jézus, nagyon fura. 50-re tettem, jó. Hát kíváncsi leszek a kövi versenyen erre az 50-es AI-ra. He? Haj? Mi? Wow. Thank you.
Ezeket lehet skippelni? Taki. Nem tudtam. Három van, ugye? Ez már az utcsó. Ja. Most már megcsinálom. Jó. Nem kell pinálni, mert szerintem ahogy haladok majd a szezonban, mindig úgyis feljebb rakom az AI-t, attól függően, hogy mennyire érzem erősnek, vagy... Na. Most már mehet a következő verseny. Mi jön Bahrain után? Nem vágom a sorrendeket amúgy. Jedda? Kurvára utálom. És vajon olasz nagy díj lesz? Olaszoknál maradt el idén? Practice sessions are vital for the continuing development of the car. But if you need to, you can use the quick practice to direct the session instead. It won't be as effective as having you behind the wheel yourself, but it's better than missing the session entirely. Lila, te... Basszeg. Jó. Mert az első practice. Na nézzük. Szabad edzés. Kis plusz resource pontért. I've had a chat with the R&D team about the new parts and we're happy that they've been integrated into the car okay. With any luck, you'll be able to feel the improvement, so go and give them a try. Meh. Csak menjünk ki. Most aludtál vagy 4 órát? Wow! Let's get a few laps under our belt. Ez a drive out, ez mi? Mindig a flyingra megyek. Irányosan kigurulok a boxból. Wow! Hoppá! Jogi. Amúgy így lenne jó, nem? Nem. Aha, kivezetőkör. Milyen szűk... Hát ez hülye! De miért adná oda nekem ott a kormányt? Így azért amúgy jobban látszik, hogy milyen szűk helyeken kell elfordulniuk néha ezeknek a pilóták. Na. Jézusom! Jézusom! Jedda se a kedvencem. Egyébként. Ez egy gyors pálya. Igen, szágul, de amúgy, hallod? Mégis lehet, hogy kedvencem. Hazudtam az előbb nektek. Hazudtam. Hát a Belgium az nagy kedvencem. Első kanyar már nem volt annyira jó. Hülye Science itt előttem csetteg.
Aha, jó, itt nem szabad ennyire korán kigyorsítani, mert akkor nem bírok, nem bírok az ideális íven maradni. Mert a Sainzot most megelőzöm. Nem engedik. Menj már előlem, hát nekem egy dolgom van. Sainz. Na, kicsit elengedem, hogy tudod, legyen helyem. Ez nem időmérő, ez még csak szabad edzés. Hála az ének, ez még csak szabad edzés. Megyek egy-két költ, hogy tudjam az időmérő, mit kell majd csinálni. Nagyon a fal mellett kell menni. Mert ha nem így teszel, akkor nagy időveszteségnek tűnik nekem. Néha még rontogatok. Hallod? Én most kicsit úgy érzem, hogy szerintem nem... Nincs kikapcsolva a fékrásegítés, és ezt ki kéne kapcsolnom, ugye? Azt nagyon ki kéne kapcsolnom. Az gáz. Azzal játszani. Kipörgős gátló, az biztos van bekapcsolva. Szia, Pepe! Próbálom olvasni közben a csetet. Hallod? Milyen köröket megyek? Szarokat? Hamarosan lehet, megpróbálhatnánk egy időmérőt, nem? Vagy ahhoz még... Azt is a főmenübe lehet kikapcsolni csak? Taki. Nem tudom, nem néztem meg a beállításokat. Komolyan mondom. Ez a kör egy kicsit kukás. Kukás kör, menjünk a kövire. Kövire koncentrálunk már. Milyen rásegítés van beállítva? Hallod? Esküszöm, nem néztem. De meg... Figyelj! Ezt most le kell tisztázni. Csak nem tudom, hogy... Hát az a baj, hogy szerintem az ismét csak a főmenübe lehet. És ki kéne lépnem, ugye és a verseny hétvégéből nem tudok kilépni. Ha már neki kezdtem egynek. Jármom.
De hülye. Jaj. Na, most is csak ask. Settings. Assist. Hát getz. Steering assist az off-on volt. Ez a flashback point meg on. De hát ez... Weekend structure. Simulation settings. Hát sajnos én nem látok itt semmit. Én nem látom, hogy ezt hol kellene, de lehet, hogy csak én vagyok. Accessibility. Voice chat, subtitles. Mondjuk ezt bekapcsolhatnánk. Vagy nem a settingsbe kell? Race director. Nem. Tutorial. Nem. Kamera. Nem. Nem. Szerintem itt nem lehet. De mondjatok, ha én nem látok valamit. Casual Azért nem tudod állítani, mert casualben vagy jobb felül. És ezt hogy tudom? Settings filter logged during session. Tehát akkor meg is kaptuk a választ, ugye? Ezek szerint. Hogy akkor tényleg ki kell lépni. Hát szar. Akkor ezt a versenyt így kell letolnunk. Nincs rá mód akkor ezek szerint. Nem. Nem úgy tűnik, hogy... De mindegy, feljebb vettem legalább az AI-t. Az is valami. Nem? Ne, nem akarok kimenni! Nem akarok ki... Hát de nem lépek ki pedig. Mert akkor a session-t magát nem tudom folytatni. Skippelem a free practice-t? Hát azt amúgy is skippelni akarom. De miért, hogyha a szabad edzést... Most a szabad edzést skippelem. Várj, visszamegyek a garázsba. Akkor ki tudok lépni a menübe, és vissza tudok lépni a... Mi az? Az időmérőre? Oké. Figyelj, ha te mondod. Csak menjek rá, hogy hogy retire from session? Quit? Oké. Na, erre kíváncsi leszek. Milyen kormánnyal nyomom? Szia, Logitech G920 van nekem csak. Jó, és akkor itt options. Settings. Y. Standard. Expert. Standard. Igen. Aha! Hú, a breaking assist az mi legyen? Ló? Azért egy ló legyen, nem? Steering az egyáltalán nincs. Off. De bazzeg, de én béna vagyok. Hát ha kikapcsolom, ott tudod mi lesz, haver? Jó, oké. Váltó az automatikus. Pit assist az kell. Ha béna vagy, akkor is off. Jó, kikapcsoltam. Jó, kikapcsoltam, köszönöm. Megpróbáljuk így a dolgokat. Van a vonal, az alapján tudsz fékezni. Hát, azt tudom. De az csak azt mutatja, hogy hol kéne fékeznem. Azt nem, hogy én hol fékeznem. Az... Nem, nincs rá hatással, hogy hol fogok fékezni, nem ismertek még. Direkt szivatni akarnak? Én amúgy ezt nem nézném ki belőlük. Nem, dehogy is. Nem olyanok. Ők mindig csak jót akarnának nekem.
Jaja. A vonal elég legyen neked. Na jó, hogy legyen elég. Jó, hol vagyunk? Time remaining, ez most mi? Ez a 30 perc. Tulajdonképpen. Gamba. Gamba? Gamba? Ja, fogadás? De várj, azt mondtátok, nem fog tudni visszajönni a izére, a free practice-re. Na csá, fefe! Eddig nem lehetett? Akkor ez szerintetek egy újítás? Az lehet, hogy egy újítás a izébe? A 23-asba? Jöttél tanulni Forma 1-et ide? Te normális vagy? Session info... Retire, oké. Okay. És akkor mehetünk a... Jó, vége van a free-nek. Practice 2. Legjobb pilóta vagy? Csak már látnám. Na Big, figyelj! Eleget mentünk, mehet a kvalifikáció. Juhu! Hát, haver! Haver! Development boost. Oké. Okay. Na. Akkor... Nagyobb AI, kikapcsolt fake assist, szóval faltól falig. Mi ez a kép? Jaj, de messze vagy! Jézus, ez nem is igaz, 4-20. Ezt most mondjátok már a 4-20-nak, hogy ez nem is igaz. Kap be! All clear the garage, please. Car's ready to leave. Ajaj, Park Fermi. Itt a Loli is. Hello, Loli. Ó, mindenkinek. Szóval, karriert csinálunk. Ez hogy ezt, hogy engedhetit ki így? Ó, Isten. Úristen! Na most... Hát akkor ugye... Return to garage. Ezt agy... Tehát hogy engedheti ki a box utcából? Én ezt egyszerűen nem tudom. Na nem baj, 20 másodperc alatt megoldják a srácok. Fizetésnek kell. Reméli a játék, hogy 10-ből 9-szer nem mész a falnak, csak ugye nem számoltak veled. Hát igen. Tehát, hogy én ezt nem is értem, bazd meg. Oh. Na próbáljunk meg valami jó időmérős kört összehozni. Első kör, break assist nélkül. Oké, okay, ez még csak egyenesbe megyek, de már nagyon más. Oh. Hallod, mennyivel jobban gyorsul ki az autó? Mi? What? Még kurvára nem merek olyan gyorsan menni így. Ez a Sargent, Istenem, ez a Sargent, csak ő ne lenne ebbe a kurva mezőnbe.
Nem mertem. Lehet, hogy az lesz, hogy hagyom egy kicsit. És kövikört megnyomom. A brake assist sokat visszafog a kocsi teljesítményéből. Amúgy úristen, mennyivel másabb így benni. Te jó ég! Miért nem szóltatok előbb, hogy ezt kapcsoljam ki? Hallod, nagyon fura, hogy senki... De jobb amúgy. Jobb sokkal. Jobb. Mintha az autó is gyorsabban menne, meg többet. Vagy mi a fasz? Jó, na nyugi. Oda kell figyelni. Időmérő van. Kell menni egy nagyon jó kört. Na, go! Nincs előttem senki. Okay, we've only got one lap of fuel remaining. Ujjjj! Anyád, hallod? Teljesen más fake asszisztáció nélkül a játék. De komoly. Mondjuk jobban is fosok a kanyaroknál. Azt. Ez így nagyon nagy. Ezt nagyon élem. Chat at us, hello. Teljesen más játékkal játszok, mint fél év, vagy fél órával ezelőtt. Egy bereznai krappa co-op session-t. Igen, na most az jó lenne, szerintem ilyen 7 kört verne rám a haver. Oké, session info, nézzük, hogy állunk. Az első hely az enyém, most még. 6 perc van, menjek még ki szerintetek? Fognak annyit javulni? Mindenki még csak egy kört ment, az a baj. Nem fognak ennyit javulni? Amúgy nem. És akkor 25-ről 50-re vettük fel az AI-t, ugye? Jól emlékszem? Arra leszek kíváncsi, hogy a versenyen mennyit számít az AI. F1-es sportoló, leginkább. Ahogy ez nagy kör volt. Leclerc and Max Verstappen. Well, that wraps up Max Verstappen. Don't worry. Az összes, we'll be back tomorrow. Hallod, az összes időmérőn, meg az összes versenyen a Leclerc a Verstappen előtt végez. Én nem tudom, hogy ezt hogy sikerült így beállítaniuk, de valami ott nagyon félrement. Úgy, Zsolti után én leszek a második magyar pilóta. Bár szerintem Zsolti se az első volt. Még annó nagyon régen volt szerintem magyar.
csak akkor még ilyen... Hagyjuk. Na jó, figyelj! Mi az a masszázs? Career mode mailbox. Oké. Okay. Jeddah, igen, oké. Okay. Weekend. Jött a Verstappentől. Ja nem. Ez nem az a max. Amióta Forma 1, azóta nem volt más magyar. Igen? Oh. Akkor én tudtam rosszul, elnézést. Volt predi vagy legyen? Nem volt predi, és ha szépen megkérlek, akkor mehetne mondjuk egy top 5. Azért ne az előző versenyhez hasonlítsuk, mert mondom, most a fake assistot is kikapcsoltam, tehát mindent én fékezek, plusz a 25 helyett most 50-es lesz az AI. Szóval én egy top 5-ös predit adnék neki, ha azt megköszönöm. Felrajzolta Magyarországot a térképre! Na jó, felrajzolta, igen. Igen. Köszönöm szépen. Csak Zsolti volt. Kesjár Csaba az első Forma 1-es pilóta, köszönöm. Akkor jól emlékeztem, de ez még abban az időszakban volt, azt hiszem, amikor még tényleg ilyen izékkel mentek. Ilyen, hát tudod, Forma 1-es kocsi, de nem úgy Forma 1-es kocsi. Ilyen 10 köröket adtak egymásnak, meg hasonlók. Ajaj, le is ment. Hát akkor gyerekek, aki akart, majd a következőt megcsinálod hosszabbra, Laki, ne aggódj ilyenek miatt. Ő Forma 3-as volt. Na, Loli gyorsan kigooglizta. Na! Az internet nem felejt. Jó. Szezon második versenye. Jeddah. Ahhoz a pontszerzéshez kellett a bojkott. De várjál már, de most ezt vagy sokan keverik, vagy én emlékszek rosszul. A gumibojkott, az volt egy alkalom, a másik alkalom meg akkor volt, amikor egy esős idő volt, és mindenki, tehát hogy sokan kiestek, ugye? És Zsolti viszont végigvezette azt az autót, és azért jött be a 8. helyen, akkor még a 8. ért egy pontot. Ezt szerintem kevered. Tehát a gumibojkott az nem az, amikor ő pontot szerzett. Hanem akkor volt, amikor egy nagyon esős versenyen sokan kihullottak. 27 kanyar, Broski. Ugyanis a gumibojkott Indianapolisban volt, Zsolti pedig Monakóban lett 8. Én fixen emlékszem, mert a nagybátyámmal utána beszélgettünk erről, és mondta, hogy ő is ugyanezt mondta, hogy figyelj! Oké, hogy csak egy pontot szerzett, és mindenki kiesett előle, de a többiek kiestek, mert nem bírták végigvezetni az autót anélkül, hogy belerakták volna a falba. Köszönöm a követéseket amúgy közben TikTokon is, meg Twitchen is. Szóval, figyelj, ő végigvezette az autót. Megérdemelt volt ez az egy pont, én azt mondom. Meg hát azzal a Minardival, érted? Oscar Piastri. And Pierre Gasly picks up the final grid slot. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Ő meg olyan lassan ment világéletében, hogy lehetetlen volt kiesnie. Amúgy ez hogy néz ki? Minden ultra very high-on van nálam, gyerekek, de esküszöm, a tavaly jobban nézett ki. Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the run down into turn one. Ezt most nem. Én nem. Még a ray tracing is a legmagasabb, érted? Mind, ennél feljebb nem tudom rakni. Nincs ennél feljebb, bro. Ultra high minden. Ray tracingtől minden. Monakóban egyszer lett 9., de Indianapolisban lett 8, ahol kapott egy pontot. Okay, we got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up. 13 kör. Okay, pull the clutch in, hold it there until the start. Szia Kenderen, hello.
Right, feed in the throttle. Let's build the revs. As me. Hold. Mi történik? Nem baj, jól rajtoltam. Nem jól rajtoltam. Ez meg beszúrt mellém az első kanyarban. Na, mi van, Maxi? Ajaj, figyelmeztetést kaptunk rögtön az elején. Semmi felvezetőkör, semmi. Ez az 50-es AI. Ez. Kövi verseny 60. De jó, még azért egy fél kör alatt nem döntöm el, nyugi. Amúgy nagyon sokat segít, igen, hogy kikapcsoltam a fake assistot, és akkor fékezek, amikor akarok. Tényleg gyorsabban. Tehát előbb gyorsít ki az autó. Jó, mondjuk itt van 4/10-re mögöttem, szóval annyira nem vagyok cash money, hogy itt ekkora arcom legyen. Sőt, 3/10, itt van mögöttem az egész mezőny, várjatok már. Ezt nem fékeztem meg annyira, amennyire kellett volna. Jó az a jeddai pálya, eddig nem szerettem. Most nagyon megtetszett. Egyik kedvencem lesz. Jó gyors. Tudjátok, mit rontok el sokszor? Azt, hogy amikor fékezek, akkor sokkal több féket adok néha, mint kellene. Sokszor, most például figyeltem rá, és nem nyomtam tövig. De sokszor, amikor pirosat látok, akkor egyből tövig nyomom a féket, ami a legnagyobb fasság. Én nekem a fékkel vannak nagy gondjaim. Egyből satúzok. Tiu! Tiu! DRS is being autóváltás van. Igen, igen, autóváltás. Hát mert nekem az van beállítva. De a profik azok manuálisan váltanak. Amúgy figyelj, szerintem magamhoz képest kurva jól megyek, és egy másodpercre van csak mögöttem. Ez az 50-es AI azért már nálam érződik. Egy picit feljebb mehetünk majd a következő versenynél. Nem tudom, milyen pálya következik, vagy melyik pálya következik Jeddah után. Ausztrál. Hú, azt nem vágom amúgy, hogy melyik.
Ja tényleg, én amúgy közepesen vagyok, ők meg lágyon. De ezt is, ezt a kanyar kombinációt ötödjére rontom el a négyből. Ezt mind tudom állítani, nem? Mielőtt elkezdődik a session. Hogy milyen keveréken akarok kezdeni, meg hasonló. Szoktak ilyenrel is. Baszik, alig van kanyar. Bármint ilyen, ami, ahol fékezni is kell. Mondjuk ez most pont szar volt. Hungaroring kedvenced. Egy másodperc van löpve. Kerékcserémet elbasszák majd, akkor úrik is az első hely. Akartam. Ágazik IRL. Ilyen keskeny pályán. Hát menj már a picsába. Ugye nem mernék itt menni. IRL. Hoppá! Ezt kell játszani kormánnyal VR-ban? Van. Képzeld el, hogy amikor elindítod, akkor egyből meg is kérdezi, hiába nincs most összekötve. Egyből megkérdezi, hogy a Forma 1 23-at akarod indítani, vagy a Forma 1 23 VR-t. Ez nagyon jó, hogy a fake assist nem szól bele semmibe amúgy. Nagyon-nagyon-nagyon fullos. Annyira mégsem mindig. Ma csak ez lesz, igen. Ma egyáltalán nem terveztem mást játszani. A Forma 1 a legnagyobb hype játékom. Hát imádom konkrétan most, hogy ez létezik és van. 5 perce jelent meg a játék. Hadd élvezzem már ki egyszer, légy szíves! Karriert csinálunk, ez még csak a második verseny. Van 23? Hány verseny van idén? Az előbb itt szebben jöttem át egy kicsit. Mindjárt ma nyomom le, igen. 34 órás lesz ma. Okay, we're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Micsoda? Ki a leggyorsabb kör?
Five on. Ja, ez nem az a kanyar. Azt hittem, itt lesz a jobbos. Kéne nézni néha a minimapot, nem? Hetedik kör. Baszki, ez az egyik legjobb pálya. De hülye vagyok, hogy én ezt eddig nem nyomtam. What? Na majd... Right, let's have you in at the end of this lap, please. Ennek a végén bemegyünk kereket cserélni. Le tudom még az elején. Most közepesen vagyok, akkor én megkapom a lágyakat. Mögöttem Alonzon kívül, mert mindenki megkapja a közepest. Valszeg, vagy valami ilyesmi. Aha, most látod, már kint is vannak. Sainz, Perez. Elrontottam. Nem azt figyeltem, hanem azt, hogy ki van kint a boxba. Ajax tesója vagy Botond? Cse? TikTokon is megtalál Ajax tesója, látjátok? Hoppi. Azt mondta, keményet kapok? Amúgy ezekre az infókra így verseny közben kurvára nem lehet figyelni. Hát volt kiírva. De miért? Miért nem? Nem értem. Ha közepesen kezdtem, miért nem lágyat kapok? A többiek azon kezdtek. Nem az lenne az észszerű? Ezt a izé előtt kéne? Hármas kanyarba kár, hogy nincs az a rés, fal és a rázó között. Neked kell a rajtrácson kiválasztani a taxot? Nem tudom, nekem kéne? Basszus kulcs. Okay, stay clear of the white line on the exit. We'll receive a penalty for dangerous driving if you cross onto the track. Na most nagyszerűek ezek a kemény keverékűek. A rádión? Várjál, mert bazeg, el akarom olvasni, mit... Amúgy 9-10-re van mögöttem a Leclerc, úgyhogy 5-10, na jó, kicsit odafigyelek, Pil. Nehogy már itt megelőzzön. Haló? Haló? Pont felnéztem a eredményjelzőre. És amúgy ugye ő nyilván izével van. Közepes keverékkel. Nézd, folyamat közeledik, baszki. Még 4 kör. Lehet a rádión váltani, mit kérsz, vagy a rajtnál. A rádión is lehet? Ez nagyon jó info, köszi. Verstappen is amúgy csak 8 tizedre van.
Hallod nagyon? Hallod? Nem tapad! Nincs tapadása a keménynek. Miért ezt rakták fel? Csúszkál. Érzem, hogy fordítom a kormányt, és így csúszkál az autó. Csodálatos. Inkább egy kicsit elengedtem, mert bajok lehetnek. Le kell veregíteni? De hogy így lehelyek rá innen az ülésfülkébe? Pilóta fülkéből így rá lehelek. Sok meleget. Info Leclerc-ről. Le fog lassulni, mert valami hibája van az autójának. Azt mondták nekem most, nem? Hallod? Nem fordul az autó. Ugye milyen meglepő, hogy Csóró Leclercnek hibája van? Hatalmas bajok. Úristen, erre ezután nagyon kell figyelni, gyerekek. Hogy milyen keveréket rakatok fel. Hát ez szörnyű, konkrétan. Szörnyű. Sokkal jobban tapadt a közepes. A lágyakat meg el sem tudom képzelni. Amúgy most kicsit elkezdett működni. Lehet, hogy bemelegedett. Kellett neki ez a Parker. Peter Parker. Hallod? Nehogy már. Majdnem megelőzött a Verstappen, ezt meg. Kicsó előtti kör. Akkor akarom lecsúszni minden egyes kanyarba. Csak megszoktam, hogy a közepessel... A hallod? Itt a közepessel szerintem még ennél is gyorsabban vettem ezt a kanyart. Betoltam Verstappent a box utcába, magától a mentőbe. Nem ment kereket cserélni. Azt a kurva, nem. Közepessel sokkal gyorsabban vettem be kanyarokat, amit ezzel nem tudok bevenni. Lassabban. Elképesztő. Hát, ennyi. Erre is oda kell figyelni legalább. Már tudjuk. Ezen a sikánon hogy mentem át? Közepessel. De komoly. Nagyon élem most ezt a játékot. Adom. Szia, Kóla! Hello, hello! Azaz. Nem, amúgy úgy választottam csapatot a karriermódhoz, hogy Aston, de a Stroll helyére jöttem. Szóval Alonso a csapattársam, most képzeld el. Nem, ez se, nem tapad be. De komoly.
Szerintem én vagyok egyedül hárdon, meg Alonso. Jó a csapat Tactics. Herére? Herére? Azt mondta, hogy Herére? Freudi elszólás, mert állandóan Herékre gondolok. Aztán, hát ennyi. Elszóltam magam. Na most aztán baszhatom. Persze, hát egy jó szőrös izzadt, Forma 1-es, két órás futam után. Azt kéne árulni, azt az izzadságot, nem izét. Ez nem tudom mi volt, de köszi. Köszönöm szépen a... Baj botond! Ajaj! Nehogy megmondjalak bátyának, nem foglak nyugi. Köszi a rózsákat. Hú, de várom már, hogy ezeket a kemény keverékűeket elhagyjuk. Hú. Majd a verseny végén visszanézed, mi történt Verstappennel a visszajátszásban. Tudod mi? Igen, de csak mert ilyen szépen kérted. Jó, második verseny, második win. Az ihhez a zászló, de faszta. Kurva jó. Balái ráadásul? Adom, mondjátok fel neki, megdicsértem a zászló emotját. Most nem nyomok el semmit. Nyilván ezt igen. Valahol itt szokott lenni, ugye? Minden tiszteletem a tiéd. Milyen fasz. Mentettem a képet. Szia Ricsi! Leggyorsabb kör is a miénk? Big! Akkor ez 26 pontos hétvége, ott van. Bizony! Anthony Davidson. Alonso hetedik. Sainz a második, Leclerc lett a harmadik. Jó. View replay. Oké. Jó, itt vagyok. Valahol itt a vége fele volt, ugye bár? Na. Itt már a Verstappen 14. Itt harmadik, igen. Hogy lehet csak egy picit pörgetni? Á, megvan. Csak a kormányon ugye minden más. Nem, most Verstappen 13. Valahol a vége fele volt már, nem az utolsó, vagy utolsó előttibe. Most előjük lemenni Verstappenre. Igen. Itt van nagyon közel Leclerchez. Oké, itt jön felém, na itt lesz. Igen. Az lesz, itt lesz. Figyelj, Shinji! Ugye elég jól működik ez a visszajátszás. Ott megyek elől. Kis Astonommal. És... most! Nagyon akar előzgetni. Figyelj, ez abszolút az ő hibája volt. Ez abszolút az én hibám volt. Hát, az a baj, hogy nem tudom, hogy letolt-e volna a pályáról. Nagyon visszajöttem.
Figyelj, mivel nem kaptam büntetést, ezért nem lehet az én hibám. Ugye? Jó a játék? Aha, nekem eddig nagyon tetszik, Páva. Én nagyon-nagyon élem most ezt. Én már amúgy is vártam egy új Forma 1-es játékot, úgyhogy én adom. Hát visszapattantam a falról, na. Jó. Jó, nem indítjuk el, hanem megnézem a fejlesztések, hogy állnak. Tudnék egy ilyet? Április 5-ére. Ez még le van zárva. Kaszni, ez is. Nem, itt van egy. Dobjuk csak rá. Durability. Development failed. Anyád! Zsotak, köszi szépen a kerek egy évet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.